Köszöntöm a televízió nézőit! Hölgyeim és uraim, egy új televíziós műsorral jelentkezünk a Kanizsa Képújság és TV-n. Kérdezzen, az orvos válaszol címmel. Ez egy új műsor, és igyekszünk két hetente új adással jelentkezni, amelyben az aktuális egészségügyi problémákról fogunk beszélgetni. Mindig lesz egy-egy orvos vendégünk. Ezek az adások naponta 17 óra 10 perckor és 21 órakor látható a Kanizsa Képújság és TV-n. És önöknek lehetősége van arra, hogy két adás felvétele között, tehát két hetente az aktuális kérdésről kérdezzenek az orvostól. Igyekszünk ezekre a kérdésekre a televíziós műsor folyamán választ adni önöknek, és már is felvetődik az első kérdés, hogy mi a mostani témánk. Most az allergiával szeretnénk foglalkozni, illetve foglalkozni is fogunk. Orvos vendégünk dr. Mihalec Károly, fülorgége szakorvos, és az allergia vizsgálatnak az egyik specialistája. Doktor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a nézőközönség rendelkezésére áll. Első témánkban az allergiával szeretnénk foglalkozni. Az allergia egyfajta reakciója a szervezetnek. Mit jelent ez orvosi szemmel? Az allergia gyakorlatilag bizonyos ágensekkel szemben, amik a szervezetet érik, egy túlérzékenységi reakció. Tehát gyakorlatilag egy hiperergiás reakció, amikor az ember egy teljesen természetes anyaggal szemben egy extrém erős immunválaszt ad. Tulajdonképpen a hétköznapi nyelv azt hiszi, hogy ez egy immungyengeség, pedig gyakorlatilag pontosan az a probléma, hogy az allergiás emberek, vagy az allergiás betegek, azok gyakorlatilag egy extrém reakciót adnak egy bizonyos fajta behatással szemben. A hétköznapi ember szemében ez azt jelenti, hogy azok az anyagok, amelyekre túlérzékenyek lettünk, vagy leszünk, ezek folyamatosan itt voltak eddig is, csak esetleg másképpen reagáltunk eddig rá, most viszont érzékenyebbé váltunk. Hát ez abszolút így van. Hát, hogyha az ember belegondol, hogy a porszívót az gyakorlatilag 150 éve találták fel, tehát a házipor meg a háziporatka az együtt fejlődik az emberiséggel tulajdonképpen. A háziporatka az nem por, hanem az egy élősködő, gyakorlatilag egy kullancshoz hasonló élőlény, amelynek a széklete és a kitin váza az, ami allergizálja az embert gyakorlatilag, és egyetlen egy emberi lakhely van, amiben nincsen háziporatka, az pedig az eszkimóknak a jégkunyhója, az iglu, ugyanis a háziporatka, bármennyit takarítsanak az emberek, ez mindig együtt van az emberekkel, egyetlen egy dolgot nem szeret a háziporatka, a hideget. Erre a WHO pár éve csinált egy felmérést, amiben komoly hollywoodi filmsztárok, az angol királyi család és mindenki bizonyos lakhelyét odaadta a vizsgálatokra, ahol ezt nézték, és gyakorlatilag egyetlen egy olyan emberi lakhely van, függetlenül a szociális helyzettől és az anyagi helyzettől, a népcsoportoktól, gyakorlatilag egyetlen egy emberi lakhely van, ahol nem lelhető fel a háziporatka, az eszkimóknak a jégkunyhója. És hát gyakorlatilag a pollen az egy teljesen természetes anyag. Az allergiás embereknek egy bizonyos része mégis egy extrém reakcióval válaszol a pollen behatásra. Bontsuk szét ezeket a reakciókat. Egy átlag ember, ha elkezd könnyezni, ha elkezd tüsszögni, ha folyik az orra, netán gyomorpanaszai vannak. Ez azt jelenti, hogy érdemes megvizsgáltatni, hiszen itt már egy érzékenységről van szó. Tulajdonképpen igen, tehát azért vannak elég típusos tünetei az allergiának, szét kell választani, vannak alsó légúti, felső légúti panaszok, vannak úgynevezett gyomor-bérrendszeri panaszok, és vannak bőrtünetei az allergiának. Az igazság, hogy az orvosi szakmának azért minden területén foglalkoznak az allergiával, a szénanátha, ami a leggyakoribb, meg a bőrtünetek, azok a bőrgyógyászok és a fülorgégészek gyakorlatilag. Az alsó légúti tünetekkel leginkább a tüdőgyógyászok foglalkoznak, a gyomorbérrendszeri panaszokkal pedig a gastroenterológusok, de hát itt a környéken azért ezeknek a betegeknek a jó része is nálunk csapódik le, mert hát főleg régebben főleg mindenki nálunk csapódott le. De típusosan így van, tehát a leggyakoribb a köztudatban a szénanátás tünetek vannak benne, amikor a vizes orrfolyás van, rohamtüszögés, ami akár a százat is elérheti egymás után, szemviszkettés, szemkönnyezés, tehát ezek az úgynevezett szénanátás tünetek, ezek a leggyakoribb tünetei az allergiának. Hogyha valakinek ilyen tünete jelentkezik, és főleg az jellemző rá, hogy az évnek mondjuk mindig ugyanabban a szakában jelentkezik, akkor érdemes elmenni egy allergiavizsgálatra mindenképpen.
Ezek az allergia vizsgálatok miből állnak, és milyen lehetőség van allergiai vizsgálatra? Hát az allergia vizsgálatok azok sokrétűek tulajdonképpen. Van az úgynevezett prick test, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bőrön, vagy a bőr felszínén, úgynevezett epik után próbát csinálunk, amikor is felcsepegtetjük azokat az anyagokat, amikre gyanú van, hogy kiváltják az allergiát, és megkarcoljuk a bőrt, és akkor rácsepentjük ezeket az anyagokat, ezek gyakorlatilag a vérrel csatlakozva egy ilyen csalánkiütésszerű reakciót adnak. Hogyha ez a csalánkiütés megjelenik a karcolás helyén, akkor gyakorlatilag arra az anyagra valószínűleg az az adott beteg az allergiás. Ezek lehetnek virágporok, vizes kivonatai, házi poratka kivonat, penészgomba, ételek, nagyon sokféle dolgot, állatszőrök vizes kivonatát bele lehet karcolni a bőrbe, és akkor ez az egyik módszer, amivel ezt ki lehet mutatni. Aztán van az úgynevezett specifikus IgE, amikor a vérből állapítjuk meg azt, hogy milyen jellegű allergiája van a betegeknek, amikor is az adott dologgal szemben a szervezet által termelt ellenanyagnak a szintjét mérjük, és határozzuk meg. Ez egy kicsit hosszadalmas vizsgálat, mert a vérvételt követően kb. 10 nap elteltével kapunk eredményt, de ez is egy elég pontos eredményt ad arra vonatkozóan, hogy kinek milyen jellegű allergiája van. Aztán lehet csinálni gyakorlatilag úgynevezett nazális provokatív tesztet, amikor az orrnyák a hártyára csepegtetjük rá ezt az anyagot, és hát akkor nagyon látványosan megjelenik a reakció, mert akkor, ha éppen azt sikerül oda csepegtetni, amire az adott beteg allergiás, akkor egy nagyon profúz, extrém választ kapunk, de ez a betegnek azért eléggé kellemetlen, úgyhogy azért ez nincs benne annyira a köztudatban. Ez a szó, ez azt is jelenti, hogy provokáljuk a szervezetet arra, hogy egy erősebb dózis hatására reagáljon, és jelezze azt, hogyha valami nem tetszik neki. Hát gyakorlatilag így van. Tehát a bőrpróbánál is gyakorlatilag az történik, hogy annak az anyagnak a kiszabadulását érjük el, ami gyakorlatilag létrehozza a tüneteket. Megelőzés szempontjából van-e lehetőség arra, hogy az allergiát megelőzzük? Az allergia az egy immunbetegség tulajdonképpen, az immunrendszernek egy fokozott válasza. Most úgy néz ki, hogy 10-ből 6 gyermek már úgy születik meg, hogy allergiás valamire, amit hát a későbbiek folyamán lehet aztán tisztázni, hogy mire allergiás. Az allergiát meg lehet előzni olyan esetben, hogyha ha ételallergia van például, vagy állatszőre allergiás valaki, az allergiának a legjobb megelőzési módja az, hogy az ember nem találkozik azzal az anyaggal, amire allergiás. Ha van lehetőség arra, hogy elkerüljük. Hát így van, hogyha van lehetőség arra, hogy azt az ember kiküszöbölje az életéből, de a hétköznapi gyakorlatban ez nagyon nehézkes igazából. A másik pedig az, hogy az allergia kezelése az egyrészt lehet immunterápia, úgynevezett szenzibilizálás, amikor hozzá próbáljuk szoktatni gyakorlatilag a szervezetet ahhoz az anyaghoz, amire allergiás. A másik lehetőség pedig az, hogy tünetileg kezeljük az allergiát. A tüneti szerekbe tartoznak a gyógyszerek, az úgynevezett antihisztaminok, és az úgynevezett nazális szteroid készítmények vagy szemcseppek. Minden esetre a kezelést azt jóval az allergén expozíció előtt el kell kezdeni. Megpróbálom egyszerűen elmondani, hogy miből áll a gyógyszeres terápia, mert a betegek nagyon félnek tőle. Az emberi szervezetben egy bizonyos fajta fehérvérsejt felelős az allergiás reakció kialakulásáért, és ezt a sejtet úgy kellene elképzelni, mint egy gömböt, amelynek tele van pakolva, mint a karácsonyi narancs a szegfűszeggel, olyan Y alakú kis végződésekkel, amivel tele van. És amikor mondjuk a parlagfű virágpora találkozik ezzel az Y végződéssel, akkor ez a fehérvérsejt felrobban tulajdonképpen, és az az anyag szabadul ki belőle, ami létrehozza az allergiás reakciót. A gyógyszerek pedig úgy hatnak, hogy rácsicsülnek az Y végződésekre, ez a fehérvérsejteken, az eozinofil fehérvérsejteken, és gyakorlatilag leszorítják onnan az allergént, a pollent vagy a házi poratkát, amelyik nem tud rácsicsülni ezekre az Y-végződésekre, és ez a sejt szétesés ez nem tud megtörténni, és nem szabadul fel az a vazoaktív anyag, ami létrehozza az allergiás reakciót. És gyakorlatilag
az a gyógyszermennyiség, ami nem használódik fel, az pedig nem épül be a szervezetbe, hanem gyakorlatilag a vizelettel távozik. Valahol ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen az allergia nem gyógyítható véglegesen, csak tüneti, időszakos kezelésekre van lehetőség? Az allergia az egy nagyon érdekes betegség, ugyanis nem állandó tüneteket okoz. A tünetek megjelenés az függ az időjárástól, függ az emberek pszichés állapotától, attól például nagy mértékben függ. Teljes gyógyulást igazából talán csak a rovarcsípés allergiások esetében lehet elérni, viszont úgynevezett immunterápiára van lehetőség, ami nagyon hosszú tünetmentességet biztosít a betegek számára. Ez egy elég hosszadalmas folyamat, és nagyon szoros orvos-beteg kooperációt igényel. Tehát ez valóban így van, és a mai gyógyszertámogatási rendszerben meglehetősen magas a terápiás költsége, de hosszú évekre előre tekintve mégiscsak olcsóbb, miután, hogyha az ember egy ilyen 3-5 éves immunterápiát végigcsinál, akkor jó sansza van arra, hogy vagy soha többet az életében ne legyen szüksége kezelésre, vagy 15-20 évig akár el lesz gyógyszermentesen is. Ugyanis maga az immun probléma az nem küszöbölődik ki, de bizonyos anyagokkal szemben ki lehet oltani az allergiát. 100% biztonság nincs arra, hogy valami másik anyagot 15-20 év múlva nem keres magának a szervezet, amivel szemben újra ad egy allergiás választ, de például a leggyakoribb, tehát például a parlagfű pollenjével szemben meg lehet gyógyítani az allergiáját tulajdonképpen a betegeknek egy immunterápiával. Ha már a parlagfű szóba került, és elhangzott az is, hogy lehetőleg kerüljék el azokat a lehetőségeket, azokat a helyeket, ahol előfordul, aki erre érzékeny, akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a parlagfű, mint pollen az orron keresztül kerül a szervezetbe, akkor valahol az orr körül, vagy a száj körül váltja ki a reakciókat. Hogyha ezt belilegezzük, akkor a tüdő körül jelentkezik. Ha eszünk valamit, az a gyomrunkba kerül, tehát hogyha valakinek az ételekkel van gondja, akkor a gyomorba. Hogyha valaki kifekszik a napra, és leégeti magát, és hosszú időn keresztül nehezen gyógyítható, az azt jelenti, hogy a bőrön keresztül lett érzékeny. Tehát valahol ezeknek a szétválasztása orvosi szemben mert hogyan történhet meg? Hát ez egy érdekes kérdés. Egyébként, mert például a parlagfű pollenja az bőrtüneteket is okozhat. Például, vagy bármelyik pollen is okozhat bőrtüneteket. Olyan sokszor azzal jelentkeznek nálunk a betegek, hogy kiment a kertben, tetvet, nem tudom, itt is csalánkiütéses lett a bőre, és akkor szépen az ember elkezdi azt megkeresni, hogy mi az a dolog, ami kiváltja a tüneteket. Az allergiások jelentős részénél nincsenek izolált tünetek. Nagyon gyakran együtt járnak a tünetek, egyik a másikat kíséri. Az orrtüneteket kísérik, bőrtünetek, szemtünetek, alsó légúti tünetek. A gyomor-bélrendszeri tünetek azok viszonylag kevésbé jellemzőek. Mi kevésbé is találkozunk velük igazából. A köztudatban a lisztérzékenységet és a tejcukor érzékenységet is allergiaként kezelik, pedig az egy teljesen más típusú betegség, a tünetei hasonlóak, de az nem allergiás reakció, az egy enzim hiányból adódik, amikor is az emberi szervezet gyakorlatilag nem tudja megemészteni sem a lisztet, sem pedig a tejcukrot. Nagyon viharos tüneteket okoz, de immunológiai szempontból az nem allergiás betegség. De a köztudat mégis úgy kezeli őket, és ezeket gyakorlatilag le is kell választani az allergiáról, mert az allergiás kezelés az nem jelent gyógyulást ezeknek a betegeknek. Gyakorlatilag a beteg megjelenik egy tünettel, és akkor az ember elkezdi kikérdezni azt, hogy milyen jellegű tünetei vannak, mikor jelentkeznek, egész évben fennállnak-e, vagy csak az évnek bizonyos szakaszában jelentkeznek, és akkor az ember ottán csinál egy allergiavizsgálatot, és akkor szépen meg tudja arról állapítani, hogy addig keresjük, amíg meg nem találjuk, hogy mire allergiás az adott beteg. Azt jó tudni azért, hogy az allergiás betegek 30%-ában nem tudjuk megmondani. Tehát megvannak korrektül a tünetek, be is tudjuk határolni, hogy mikor jelentkeznek, de 30%-ban nem találjuk meg az okot. Igazából sem a vérvizsgálat, sem a bőrpróba nem ad magyarázatot arra, hogy gyakorlatilag mi váltja ki az allergiát. Ez lehet, hogy
több dolognak a találkozásából úgynevezett keresztallergia jön létre, ami megprovokálja annyira a tüneteket, hogy azok aztán megjelennek, de igazából magát a kiváltó antigént azt nem találjuk meg. Ez a rossz, mert ebben szemben nem is lehet immunterápiát végezni, ez csak tünetileg lehet kezelni. De ezeknél a betegeknél viszont az szerencsés, hogy nem annyira erősek a tünetek, mint mondjuk egy korrekt, erős parlagfőallergiásnál, akinél egész komoly, súlyos betegségek léphetnek fel. A doktor úr már utalt arra, hogy ezeknek a gyógyítása vagy megelőzése szempontjából rettentő fontos az emberi kapcsolatok, tehát a páciens és az orvos kapcsolata, hiszen ez akkor igazán valamit, hogyha a páciens tisztában van a saját testének a tulajdonságaival, érzékenységével. Ez azt jelenti, hogy a kikérdezésekben, illetve a visszautalásokban mindenki jó, ha tudja, hogy mire kell fölkészülnie? Hát igen, az az igazság, hogy hosszú évekig működött Nagykanizsán allergia ambulancia, és akkor a betegek jelentős része eljött, sőt a kivizsgálás is úgy történt, hogy amikor megcsináltuk az allergia próbát, akkor kitöltöttünk gyakorlatilag egy ilyen kérdezfelelek ívet a betegekkel, akik ők a kontrollokra ezt hozták magukkal, és így elég jól karban lehetett tartani, lehetett tudni a változásokat. Jó pár évvel ezelőtt viszont az allergia gyógyszereknek a támogatása az megszűnt, és a betegeknek nem volt szükségük arra, hogy szakorvoshoz menjenek, aki megjavasolja a gyógyszert a házi orvos felé, vagy felírja a gyógyszereket. Az allergiás szerek szabadárasok lettek, recept nélkül lehet kapni a patikákban most már hosszú évek óta az allergia gyógyszerek jelentős részét, ezért ez a szoros orvos-beteg kapcsolat lecsökkent, ez valóban így van. A betegek bemennek a patikába, a patikusok teljesen jó hiszeműen ajánlanak egy tüneti szert, nagyon sokszor anélkül, hogy tudnánk, hogy igazából a beteg mire allergiás. Most a beteg úgy nagyjából belövi, mert pollen naptára gyakorlatilag minden újságban lehet már találni, de igazából nagyon sokszor úgy kezelünk betegséget, hogy nem tudjuk, hogy mire allergiás az adott beteg. És ráadásul miután a gyógyszerek szabadárasok lettek, Magyarországon is úgy néz ki, hogy létre fog jönni az a tendencia, ami jó pár dél-európai országban, ahol ezt már bevezették hosszú évekkel ezelőtt, hogy az aszma incidenciája, magyarán az aszmás betegeknek az előfordulás az 30%-kal megemelkedett. Egy aszmás betegnek a gyógyszerköltség az extrém módon nő a beteg számára, és nagyon megterhelő, meg az egészségbiztosítási pénztár számára is nagyon megterhelő. De amíg a gyógyszerek már nem orvos, tehát a gyógyszerek felírása nem orvoshoz kötött, onnantól fogva az orvos-beteg találkozások azok nagyon nagy mértékben lecsökkentek. Itt is elhangzott, de már utalt is rá, hogy gyógyszeres kezelés az egyik fajtája. Ugyanakkor sokan kezdenek már hinni abban, hogy nem csak gyógyszeres kezeléssel lehet valamilyen szinten a allergiás jelenségeket csökkenteni, vagy megelőzni. Többek között mondhatom azt, bár nem tudom, hogy ez a orvosi szemnek mennyire mond ellent, hogy akupunktúrás kezelés egy természetgyógyászattal való kapcsolatban megjelenésére is van lehetőség? Ez egészen biztosan így van. Nekem ebben nincsen hosszú távú tapasztalatom, tehát ezt igazából nem tudom értékelni. Azt azért jó tudni, hogy minden egyes kezelésnek, minden egyes új terápiának, legyen az gyógyszeres vagy paramedicinális terápia, 30% a placebo effektusa. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy a hit, tehát a beteg elmegy, megkezd egy új terápiát, ami most azért elég sok minden divatos új terápia van, és akkor hiszünk abban, hogy egyrészt meg akarunk gyógyulni, másrészt meg hiszünk az új kezelésben. Főleg, hogyha az elég költséges, mondjuk most azért a piacon elég sok minden ilyen egészségjavító, táplálékkiegészítő, keleti gyógyászati terápia, egyebek vannak bent a köztudatban, és az emberekben nagyon komoly ellenkezés van a gyógyszerekkel szemben, viszont nagyon komoly várakozások vannak ezekkel a nem gyógyszeres terápiákkal szemben. És ez a fajta hit, ez a kezdeti időszakban nagyon komoly javulást eredményez, de a tapasztalatom szerint a javulások átmenetiek, és nem adnak végleges eredményt. Az immunterápia az nem egy gyógyszeres terápia, az viszont egy oki kezelés,
viszont annak kicsit magasabb a terápiás költsége, ez így van, az viszont hosszú távú eredményt ad. Vannak egyébként nem gyógyszeres kezelések, és egy pár évig itt Nagykanizsán is csináltuk. Ez egy kiváló magyar találmány, a Rinolight terápia, azt hosszú évekig csináltuk, amikor én még a kórházban dolgoztam. Annak nem egy TB által finanszírozott tevékenység, de egy kiváló magyar találmány, az egész világon nagy sikere van. Ezt magyar fizikusok és egy magyar allergológus találta ki a szegedi klinikán. De hát gyakorlatilag a terápiás költsége, ez egy ilyen franchise rendszerű műszerkihelyezéssel történt, és hát igen, kicsit magas volt a költsége, viszont nagyon jók voltak a terápiás eredmények. Ez kimondottan a szénanátha kezelésében volt jó, ez egy úgynevezett fényterápia volt, ez egy nagyon korszerű és egy nagyon komoly terápiás eredményeket hozó eljárás, de hát most nem elérhető, nem csak Nagykanizsán nem elérhető, hanem egész Zala megyében sehol nem elérhető ez a fajta kezelés. Én nem vagyok semminek ellene, nem csak az allergia kezelésében, bármilyen betegségben, és annak a kezelésében és a gyógyulásában roppant fontos az, hogy a beteg higgyen abban, amit ilyen kezelésben részesül. Egyetlen egy, ami viszont nagyon fontos, hogy ne ártson. Tehát ne ártson. Dr. Mihalec Károly fülorgige szakorvos, ugyanakkor körzeti orvosként is dolgozik, és nem véletlenül kerestük meg az allergia vizsgálattal kapcsolatban, hiszen ön nagyon komolyan ráfeküdt erre a területre. Jelen pillanatban milyen allergia vizsgálattal foglalkozik? De ezt egy pár perc szünet után folytassuk. Dr. Mihalec Károllyal beszélgetek az allergiáról, és tulajdonképpen a legutolsó kérdésem az volt, hogy az allergia vizsgálattal már hosszú idő óta foglalkozik. Jelen pillanatban milyen stádiumban van az ön által végzett vizsgálat? Hát most gyakorlatilag német cég által preferált és végre az országba bekerült immunterápiát próbálok bevezetni. Ez oki kezelését jelenti az allergiának. Magas a terápiás költsége sajnos, ez egy vényköteles terápia, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy kivizsgáljuk a beteget, hogy mire allergiás, és hogyha megtaláltuk, amire allergiás, akkor annak a dolognak egy vizes oldatát föl lehet írni gyakorlatilag receptre, és egy higítási sor alapján készül, aminek van egy úgynevezett bevezető adagja, az egy nagyobb higítású oldat, és van egy töményebb oldat, amivel meg a fenntartó kezelést lehet csinálni. Ez gyakorlatilag mindig, amikor a töménységi oldatváltás történik, ahhoz szükséges, hogy a beteg és az orvos egy fél órát együtt legyen. Egyébként a beteg saját magát kezeli otthon azzal, hogy a szájába belecsepegtet az orvos által előírt dózisokat. Ez naponta általában ilyen
4-től 8 kis fújásig jelent, gyakorlatilag úgy működik, mint egy orrspré, csak nem az orrba kell, hanem a nyelv alá kell be egy-egy cseppet ebből a kis pumpával bele pumpálni, és hogyha a beteg ezt 3-5 évig csinálja, akkor gyakorlatilag vagy meggyógyul véglegesen, vagy nagyon-nagyon hosszú időre tünetmentessé tehető. Akkor is meg lehet ezt csinálni, hogyha beteg többféle dologra, tehát háziporra is allergiás és pollenre is allergiás, akkor egy kicsi időeltolódással, de lehet gyakorlatilag ezt a kezelést folytatni. Egyetlen egy gátja van, hogy meglehetősen költséges. Tehát egy szezonra való terápiás költség az több 10 000 forint. A költségek mellett, hogyha én jól értettem ezt a felvetést, azt jelenti, hogy egy vizes oldatot folyamatosan adunk be a szervezetbe, ezáltal azt az anyagot kapja a szervezet, amire allergiás, és elkezd védekezni, és a védekező képességét fokozatosan növeli. Ez a sportnyelven valahol ahhoz hasonló, hogy ha én edzem a testemet, és minél többet edzek, izomlázam van, és a szervezetem úgy védekezik, hogy növeli az izmomat, mert ezáltal nem fáj, és nincs izomlázat. Gyakorlatilag hasonló, csak itt éppen inkább arra próbáljuk rábírni a szervezetet, hogy a legkisebb behatásra ne a legnagyobb választ adja, hanem az adott hatásnak megfelelő választ adja. Az allergiásoknak pont az a problémájuk, hogy egy olyan behatásra ad egy extrém választ, amire egy egészséges ember szervezete a megfelelő választ adja. Tehát az allergiásnak nem gyenge a szervezete, hanem túl nagy választ ad egy olyan hatásra, amire egy egészséges ember gyakorlatilag meg sem mozdul. Most gyakorlatilag a hétköznapi nyelven így van. Tehát ezzel a terápiával pont azt próbáljuk elérni, hogy hozzászoktatjuk a szervezetet ahhoz, hogyha éri egy behatás, egy pollen behatás, mondjuk egy parlagfű támadás, akkor ne adjon egy extrém nagy választ, egy extrém orrfolyással, könnyezéssel, akármival, hanem gyakorlatilag megpróbáljuk ezt a fokozott immunválaszt, ezt inkább lefele tolni azzal, hogy hozzászoktatjuk a napi találkozásokkal a beteg immunrendszerét ahhoz, hogy nem kell extrém választ adni egy pollennel való találkozásra. De gyakorlatilag igen, tehát gyakorlatilag edzük a szervezetét, csak pontosan azt próbáljuk, tehát arra próbáljuk rábírni az immunrendszerét, hogy mondjuk amikor csak 100 métert kell futni, akkor ne egy maratoni futásnak megfelelő energiát szabadítson fel. Azt hiszem ez elég jó példa arra, hogy próbáljuk hozzászoktatni a szervezetet. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy azt, hogy a megfelelő feladathoz a megfelelő energiát szabadítsa fel a szervezet, és akkor kerül igazából egyensúlyba. Doktor úr, itt van a nyár, bár ha kitekintünk az ablakon, akkor esik az eső, és tél van. Az időjárás nem ezt igazolja, de ugyanakkor bízunk benne, hogy hamarosan azért megjelenik a napfény is, és a férfiak, hölgyek egyaránt fogják ezt élvezni. És itt van a másik kérdés már is, hogy szeretünk barnulni, szeretünk strandra járni, tulajdonképpen ugyanakkor a bőr érzékenysége emberenként más is más, és ehhez kapcsolódik már is az a kérdésem, hogy ha kimegyünk a szabadba, azért időnként találkozunk rovarokkal is, és ha minden igaz, van olyan allergia is, ami halálos, és többek között már ön is mondta ezt, a rovarcsipés. Beszéljünk erről is. Ez így van, gyakorlatilag az allergia egyik megjelenési formája az úgynevezett anafilaxiás reakció. Ez egy extrém hiperergiás válasz. Ez leginkább a rovarcsípés allergiásoknál fordul elő. A leggyakoribb ilyen a környezetünkben levő ilyen rovarok, azok a méhek és a darazsak, amiknek a csípésében szemben extrém választ ad a szervezet, és ez valóban halálos is lehet anafilaxiások formájában. Ez az allergia az egyetlen viszont, ami tényleg is maradéktalanul gyógyítható, csak nagyon magas a terápiás költsége, és nagyon le lett szabályozva gyakorlatilag az, hogy ezt hol lehet végezni. Régen ezt sok helyen végezték, pulmonológiákon, gégészeti osztályokon, igazából egy nap alatt akár egy intenzív osztályos háttérrel is meg lehet csinálni. Az elv ugyanaz gyakorlatilag, mint ennek a vizes oldatnak az esetében, csak hát ezt nem nyelv alá kell csepegtetni, hanem bőr alá adott injekciók formájában, gyakorlatilag ez is egy higítási sor alapján történik ez a dolog. Ennek komoly veszélyei vannak, úgyhogy ez csak nagyon szoros orvos-beteg kapcsolattal és valóban intenzív orvosi háttérrel lehet és szabad végezni, hiszen maga a kezelés is kiválthatja ezt a fajta életveszélyes állapotot.
Viszont egy megfelelő háttér mellett azért ennek a veszély az kicsi, és ezzel a kezeléssel, ezzel az immunizálással gyakorlatilag ez a betegség ez gyógyítható. Magyarországon gyakorlatilag én nem is tudom, hogy folyik-e most valahol igazán rovarcsípés immunizálás. Hát ezeknek a betegeknek nagyon kell vigyázni, hogy ne csípje meg rovar. Arra viszont van lehetőség, hogy úgynevezett alapen vagy epipen, már azt hiszem, hogy most csak az alapen van forgalomban, injekciót felírhasson, ezt házi orvos is felírhatja. Ez egy meglehetősen drága, 10-valahány ezer forintos előre töltött injekció, gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy inzulinos cukorbeteg esetében az előre töltött tollak. És gyakorlatilag ebben egy érszűkítő anyag van, ez gyerekek számára is elérhető, tehát van kimondottan gyerekek számára kiszerelés, amit junior kiszerelésnek hívnak. Ez azt biztosítja, hogyha a beteget megcsípi egy darázs, ugyanis azt tudni kell, hogy akinek komoly rovarcsípés allergia van, azt egyetlen egy csípés is életveszélyes állapotba sodorhatja. Ezt az injekciót, ezt akár ruhán keresztül, vagy ő, amíg magánál van, vagy valaki a családból, ha beadja, akkor egészen biztosan addig nem történik fatális kimenetelű rosszulét, amíg segítség, orvos, mentő nem érkezik a helyszínre. És gyakorlatilag ezeknek a betegeknek most Magyarországon gyakorlatilag ez az egyetlen olyan komoly segítség, ami a környéken elérhető. Úgyhogy én is elég sok betegnek itt fölírtam már a környéken, amivel meg lehet előzni azt, hogy nagyon komoly rosszulétek legyenek. Talán az egészségbiztosító egyszer elkezdi újra ezt támogatni, és akkor lesz rá lehetőség, hogy ezeket a betegeket gyógyítsuk, de ezt valóban csak centrumokban lehet csinálni. Tehát ezt így házi orvosi rendelőben ez nem kivitelezhető. De ugyanakkor, lezárva ezt a témát, ennek nagyon komoly veszélyei is lehetnek, hiszen aki még nem találkozott ezzel, és nem tudja, hogy ő erre érzékeny, és először csípi meg egy rovar, és ott derül, hogy igen, akkor ennek nagyon komoly veszélye is lehet. Hála jó Istennek, ez nagyon ritka. Nagyon ritka dolog. Tehát gyakorlatilag a rovarcsípés allergia az úgy jön létre, vagy hát úgy lehet megfigyelni, hogy az adott embert egyszer megcsípi egy darázs, és nem történik semmi, ugyanolyan a csípése, mint önnek, vagy már hát én allergiás vagyok rá, tehát úgy megcsípi a darázs, és ugyanolyan, mint bárki másnak. Aztán megcsípi még egyszer a darázs, vagy a méh, és akkor egy ilyen nagy csípés keletkezik azon a területen, ahol megcsípte. Tegyük fel, hogy a kezét csípi meg a darázs mondjuk harmadszor, és akkor az egész végtag eldagad, és megcsípi mondjuk negyedszer, és akkor lesz egy eszméletvesztéses rosszulét. Tehát az nagyon ritka, hogy egyből kialakuljon. Néha előfordul, hogy valami kisebb eret talál meg mondjuk a fullánk, és akkor olyan embereknél is extrém reakció jön létre, aki egyébként nem a méregre allergiás, csak azért lesz ilyen kicsit ijesztőbb tünete, mert érbe kerül az adott rovarnak a mérge, de ez más. Tehát ezt a vizsgálat egyértelműen megmutatja, mert ezt akkor vérből meg lehet vizsgálni, és a vérből szépen kijön, hogy a méhre, darázsra, a lódarázsra, mivel szemben van komoly allergiája a betegeknek. Visszatérve még a nyára, tehát mindenkinek érdemes tisztában lenni a saját testével, szerkezetével, szervezetével. Tehát egy szőke nő, mondjuk fehér bőrrel, sokkal jobban vigyázzon a napon, mint egy barna és kreol típusú ember, nem? Ez így van, de ez bőrtípus kérdése, viszont van napallergia valóban. Tehát van napallergia, az emberek egy bizonyos százaléka az magára a nap fényére és a melegre gyakorlatilag. Van hideg és meleg allergia, amikor maga a hőmérsékletváltozás váltja ki a betegekben az allergiás reakciót. Hát a napallergiás betegnek annak védekezni kell a mindenféleképpen a napfényen szemben, és igazából a napallergiával szemben maga ezek a nagyon magas faktorú napvédőszerek sem nyújtanak megfelelő védelmet. De bőrtüneteket létrehozhat pollenallergia, háziporallergia is. Azt egyébként jó tudni, hogy akinek bőrallergiája van, annak a természetes UV-fény az gyógyító erejű. Tehát gyakorlatilag a bőrallergiásoknak sokat kell lenni a napon, mert a bőrtüneteik enyhülnek érdekes módon az ember, kivéve a napallergiásokat természetesen, de akinek valami extrém, vagy más okból kifolyólag jelentkezik bőrtünete, azt viszont a természetes napfény az gyógyítja. Nyilvánvaló, hogy nem a déltől kettőig tartó időszakban, hanem amikor mindenki másnak ajánlott kimenni a napnak.
vagy a napfényre, akkor az allergiánsokat gyógyítja. Tehát van úgynevezett atópiás dermatitis, ez egy allergiás bőrbetegség. Ez valóban a fehér bőrű betegekre jellemző, bár az utóbbi időben találkozunk már sötétebb bőrtónusú embereknél is atópiával. Ez kisgyerekkorban a hajlatokban megjelenő ilyen hámló, viszkető, nagyon száraz bőrűek ezek a gyerekek, azt lehet látni, és a hajlatokban ilyen viszkető berepedések keletkeznek, nekik a természetes napfény az jót tesz. Azt szoktuk mondani, hogy télen síelni kell, nyáron meg tengerpartra kell menni, és akkor az jót tesz, de ezek az emberek nem a napfényre allergiásak, hanem valami egyéb dologra. Doktor úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és beszélgethettünk az allergiáról. És tulajdonképpen ez a műsor ez azért indult el, és azért készült, hogy különböző témákat szeretnénk felvetni két hetente, tehát bízom benne, hogy hamarosan újra találkozunk. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, önök a Kérdezzen az orvos válaszol című riportműsorunkat látták. Orvos vendégem dr. Mihalec Károly volt, és úgy, ahogy a bevezetőben ígértük, szeretnénk ezt a műsort folyamatossá tenni. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk egy újabb témával. Köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk!